1922. március végén, április elején majdnem 3,5 évvel az első világháború után járunk a Münchentől 70 kilométerre északra található Hinterkaifeck farmon, ami ma közigazgatásilag a délre húzódó Weidhofenhez tartozik, és ahol a földművelésből és állattenyésztésből élő, vagyonosnak számító Gruber család 3 generációja élt együtt. Úgy a családfő, a 63 éves Andreas Gruber, a 72 éves Cecilia Gruber, az addigra már özvegy 35 éves Victoria, az ő 2 éves fia József, a 7 éves Cecilia, valamint a 44 éves szolgálójuk Maria Baumgartner lakott itt. A família a környező települések lakóival keveset érintkezett, sőt egyesek szerint inkább zárkózottak voltak, akik csak akkor hagyták el a farmot, ha feltétlenül szükséges volt. Andreas Grubert egy keménykező, erős akaratú, sőt bizonyos beszámolók zsarnoki ellennek tartották. Több helyen is külön kiemelték, hogy a 190 centi magas férfi fizikai ereje kimagasló volt. Ami a munka moráját illeti, a neki dolgozó napszámosok szerint segítőkész ember volt, mindenkit időben és jól megfizetett, egyedül csak az ételre volt panaszuk, bár a család sosem kért semmit az ellátásért cserébe, ezt a fizetségen felüladták. Viszonya a feleségével, az idősebb a háztartást is igazgató Cecíliával 1922-re már egészen biztosan megromlott, a beszámolók szerint sokszor bánt vele kegyetlenül. 1889. május 15-én született egy Sophie nevű kislányuk is, aki nem egészen 2 évvel később, 1891. február 26-án ismeretlen okokból meghalt. A források szerint ez a szomorú esemény nagyban hozzájárult a házasság tönkre meneteléhez. Lányuk, a világos barna hosszú, gyakran feltűzött hajó Victoria egy elég nehéz sorsnő volt, a 2 éves József fia már házasságon kívül született, egyes hangok pedig könnyű vérűnek írták le. Ez egyébként az esetében pusztán pszichológiai kérdés, később bőven szó lesz a történetéről és a kapcsolatáról az apjával, így mindenki dóva intenék attól, hogy elítélje. Maria Baumgartner a szolgáló bal szerencsés módon éppen az események napján március 31-én érkezett a nővére kíséretében a bajorországi farmra, utóbbi aztán délután 6 körül ment el onnan. Az új alkalmazottról tudni lehet, hogy enyhén értelmi fogyatékos volt, illetve az egyik lába rövidebb volt a másiknál, így elég nehezen talált munkát. Minden esetre az, hogy a nővére elkísérte, azt is jelentette, hogy minden bizonnyal ő volt az utolsó, aki egy gyilkost vagy gyilkosokat leszámítva élve látta a családot, ugyanis a nyomok alapján pár órával később már mindenki halott volt. Még mielőtt azonban belemerülnénk, röviden érdemes beszélni magának a birtoknak a történetéről, illetve hogy egyáltalán hogyan került oda a Gruber család. Az 1863 körül épült Hinterkaifecki farmot mezők és erdők vették körbe, ahonnan 2 út vezetett ki. Az egyik a Parányi Gröben falu irányába északkeletre, ahol akkoriban körülbelül 70-en laktak, illetve egy másik délfelé Weidhofen város felé. Először 1869-ben jelölték az úgynevezett kataszteri térképen, ami a földadó megállapításához végzett felmérések alapján készült. Az építkezés megkezdésének pontos időpontja nem ismert, sőt azt sem, hogy ki építette, de annyit biztosan tudni, hogy az 1862-es kataszteri térképen még nem jelölték, illetve az akkor még különálló 270 fős településként működő, majd az 1971-es reform óta Weidhofen részévé vált, Wangen önkormányzatának jelzáló nyilvántartásából kiderült, hogy egy bizonyos Johann Assam vásárolta meg a Hinterkaifeck farmot 1865. februárjában. Az akkori adásvételiben megemlítették, hogy az épületek újonnan lettek építve, ergo ennek 1862 évvége és 1864 évvége között kellett végbe mennie. Későbbi történetéről tudni, hogy 1877-ben Johann Assam átruházta fiára, József Assamra, aki nem sokkal később elvette feleségül az 1849-es születésű Cecilia Sunhütert. A férfi 1885. május 21-én halt meg a farmon, ami ezután pár hónapig egyedül a nőjé volt, míg nem 1885. december 28-án házassági és örökségi szerződés kötött a nála 9 évvel fiatalabb, Grünstetteni születésű Andreas Gruberrel, aki ezzel megszerezte az ingatlan felét. 1886. április 15-én házasodtak össze, a nő pedig ezután felvette a nevét és így lett belőle Cecilia Gruber. 1887-ben megszületett Victoria lányuk, akire 1914. március 11-én szülei átruházták a farmot. Majd szűk egy hónappal később, 27 évesen, április 3-án hozzáment egy Carl Gabriel nevű, nála 1 évvel fiatalabb, földművesként boldoguló férfihoz, akivel a lány szülei eléggé rosszul bántak a visszaemlékezések szerint.
Pár hónappal a templomi esküvő után az ifjú férj bevásárolta magát az ingatlanba 50-50%-os arányban, aminek a vételárát az apja birtokának eladásából fedezte. A család földművelésből és állattartásból élt, a lakóépületen belül pedig a nyugati oldalon helyezkedett el a lakórész a szobákkal, a túlsó oldalon keleti irányban a gépház volt, ezek között pedig az állataikat tartották, és ami még szintén fontos lesz, az a tágos padlás rész. Az állataikat illetően egy utólagos hatósági összesítés szerint volt 25 csirkéjük, 2 ökrük, 2 bikájuk, 3 nem részletezett fiatalabb marhájuk, 2 üszőjük, illetve 3 borjú és 2 malac. Karl Gabriel Victoria férje nem sokkal az esküvőjük után 1914-ben elment harcolni az első világháborúba, ahol az év december 12-én elvileg meg is halt az Arrasi csatában Franciaországban. De az ő esetleges szerepéről majd később, minden esetre halála után az örökségét egynegyed részben a felesége, háromnegyed részben pedig a lánya kapta meg a Schrobenhauseni kerületi bíróság döntése alapján. Még mielőtt azonban belevágnánk, röviden ismertetném az épületeket is, ugyanis minden apró részlet fontos lesz majd. A téglaépítésű ház alaprajzán szürkével lett jelölve a lakórész, ahová 2 ajtó vezetett be. Az északi a konyhába nyílt, ugyanakkor ez egy nem túl praktikus és szabályosnak nem igazán nevezhető vízcsőépítés miatt már korábban használhatatlanná vált. Nyugat felé fordulva volt a szolgálói lakrész, keletre pedig egy mellékszoba a padlás lépcsővel. Délre haladva egy folyosóra érkezünk, ettől nyugatra aludt András és Cecilia Gruber, a folyosótól keletre pedig Victoria és a gyerekek. A folyosóról nyíló déli bejáratot használták főbejáratként, a mellette lévő lépcső pedig a pincébe vezetett, ahol nagy mennyiségű burgonyát és cukorrépát tároltak rekeszekben, de itt tartották például a teljes hordókat is. Maga a padlás rész egy egybefüggő tér volt, voltak ugyan kisebb válaszfalak fából, de így is el lehetett jutni gond nélkül a lakórész felett sétálva a zöld színnel jelzett pajta fölé. A lakórész felett volt egy spájz is, ahol főleg füstölt húst tartottak, de a kémény is itt lett kiépítve. Kékkel, majd felette zölddel a marha istálló és a már említett pajta voltak. A köztük lévő kis sárga építményben egy takarmányvágógép volt elhelyezve. A zöld részről a kéken keresztül egy etető folyosó vezetett át a lakórészhez. A rajzon keleti irányban, a barna részben pedig a gépház volt, aminek észak-keleti irányban nyíló bejárata a Gröben felé vezető földútra nézett. A kinti, a képeken is szereplő udvari faépülettel kapcsolatban le is számolnék egy tévhittel, ugyanis bár mindenhol úgy beszélnek róla, az nem egy istálló volt, hanem egy általános tárolóépület, például a lovaskocsinak, mezőgazdasági járműveknek és egyéb munkaeszközöknek. A Gröberni út mellett volt még egy sütőházuk is, amit leginkább ruhaszárításra használtak, illetve ez és a ház között volt egy kút is, amit a már említett szabálytalanul kivitelezett csővel kötöttek össze a gépházban működő dízelmotorral hűtés céljából. Most röviden beszéljünk az eddig elhangzottakon túl a család ismert pénzügyeiről is, ugyanis a furcsaságok itt kezdődnek és közvetetten, de lehet közük a későbbi eseményekhez. A Gruber család egy vagyonos család volt, akik hatalmas összegű készpénzvagyon tároltak az otthonukban. Egyes visszaemlékezések szerint ez 100 000 márkát is jelenthetett 1922 környékén, aminek valós értékét ma már elég nehéz meghatározni, de összehasonlításképpen az 1885. december 28-i házassági szerződésben 8280 márka értékű összvagyon tüntettek fel. Érdekesség, hogy minden vagyont Cecilia Gruber adott a házasságba, András Gruber vagyontalan volt, egyedül az apja támogatta 2751 márkával. 1877-ben pedig, amikor Johann Assam átruházta a fiára a teljes birtokot, akkor az adásvételében 9000 márkára becsülték az összértéket. Tehát röviden, ha igazak az állítások, akkor a teljes birtok értékének legalább a 12-13-szorosát tartották készpénzben a házban. A fellelhető információk alapján 14 nappal a gyilkosságok előtt egy 45 éves Michael Haas nevű katolikus pap 700 német aranymárkát talált a Weihofeni Mária templom egyik gyóntató fülkéjében. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy a Weimari köztársaság háború után hiperinflációja éppen ekkor kezdett berobbanni, és ki is tartott egészen 1923 végéig. Volt, hogy egyetlen amerikai dollárnak 1 billió német márka volt az ellenértéke.
de még jóval ezelőtt az árfolyam előtt 1922. március közepén 700 márk, ami körülbelül 30-szor annyit ért, mint az év végén. Ráadásul a templomban talált összeg esetében aranymárkáról beszélünk, ami eredetileg egy aranystandard valuta volt. Még nem az első világháború kezdetén a német vezetés fel nem függesztette az aranytartalomhoz kötést, hogy könnyebben jusson hitelhez, amiből a harcokat is finanszírozták. 1914. augusztus elejétől a bankok pedig már nem voltak kötelesek a nemesfém tartalmú érmék kibocsátására. Ez már a háború alatt is, de a háború után főleg ahhoz vezetett, hogy a papírpénz egyre csak veszített az értékéből, miközben a fémpénzek, az arany és ezüst tartalmúak megmaradtak, és az értékük egyre csak növekedett. Az ábrán például az látszik, hogyan ugrott az egekbe egyetlen aranymárka értéke a papírhoz képest. Röviden összefoglalva, ez egy nagyon nagy összegnek számított. Ismerve a környékbeliek anyagi helyzetét, a pap egyből levágta, hogy ezt nagy valószínűséggel csak Gruberék tehették oda. Ezután beszélt a kis Kacilliával az iskolában, illetve rajta keresztül üzent az anyjának, Viktóriának, hogy beszélniük kellene. Végül ez meg is történt, a nő pedig azt állította, hogy ezt az összeget az egyház missziós tevékenységére akarta adományozni, később pedig vélhetően ez náluk is maradt. Szintén nagy összeg volt az az 5000 még értékelhetőnek mondható papírmárka, amit Viktória Gabriel a Kacilia asszámként született féltestvérétől kapott kölcsönbe 1921. októberében, aki az idős Kacilia első férjének, Johann Asszámnak az első házasságából született 1922-ben már 41 éves lánya volt. A későbbi beszámolók szerint ez egy mezőgazdasági gépekhez használható motorhoz kellett. Mindez azért érdekes, mert a Hinterkaifeck farmon később találtak is egy teljesen újat, mégis már is szerelésre szólt a gyilkosságok idején, de erről majd később. Szintén fontos lehet, hogy Viktória a tragédia előtt egy hónappal újabb 3000 márkát kért kölcsön, ami elvileg egy cséplőgépre kellett. Egy ilyet is találtak a házban. Mindazonáltal ki kell emelni, hogy ezeknek az egyébként nagy összegű családon belüli ügyleteknek nem maradt írásos nyoma, csak a féltestvér állítására lehet támaszkodni, ami nyilván nem bizonyító erejű, arról pedig nincsen információ, hogy ezek visszalettek-e fizetve. A pénzügyeket mindössze csak azért mondtam el, mert ha ezekből minden igaz, akkor az egyébként vagyonos család valamiért a rokonoktól kért kölcsön, miközben jóval nagyobb összegeket adományoztak más célra. Mindenképpen furcsa. És ez az a pont, ahol rákonyarodunk az eseményekre. Bár a gyilkosságok végrehajtását 1922. március 31 éjszakája és április 1 hajnala közé teszik, a megmaradt augsburgi, ingolstadti és müncheni aktákat böngészve arra jutottam, hogy időben lehet szó akár egy sokkal nagyobb ívű gyilkosságról és annak előkészületeiről is, de akár ennek a totális ellentettjéről is. Egy gyakoratlanul tovább durvult emberrablási kísérlettől kezdve sima rabláson át a hirtelen felindulásból, bosszúból, féltékenységből vagy akár irigységből elkövetett mészárlásig bármi történhet. A legrejtélyesebb furcsaságok 6 hónappal a gyilkosságok előtt kezdődtek, amikor az akkori szolgáló, az 1897-es születésű Crescenz Rieger egyik napról a másikra felmondott, a szóbeszéd szerint mert furcsa hangokat és lépéseket hallott, főleg a padlás felől, és felmerült benne, hogy a ház esetleg kísértet járta lehet. Azért mondtam, hogy a szóbeszéd szerint, mert nem csak a müncheni hatóságoknál tárolt 1922-es vallomásában, de a későbbiekben sem tett erről említést. A távozásának oka sokkal inkább egy eldurvult udvarló és annak testvére miatt lehetett. De erről majd később. Szóval ez a szolgáló, akinek 9 éves korában meghalt az anyja, majd ezután a Hürzhauseni Kiermaier házaspár fogadta örökbe, egy Julia Roxaller nevű közös ismerős által került 1920 novemberében a Hinterkaifeck farmra, ahol egészen 1920 egy augusztus végéig az abszület lezárultáig maradt. Ugyanakkor a nyomozás később kiderítette, hogy furcsa módon Viktória Gabriel 1921. október 9-től egészen 1922. február 2-ig még fizette a szolgáló egészségbiztosítását a Schrobenhauseni AOK biztosítónál. Hogy miért, az rejtély, ugyanis elvileg a munkáját ekkor már nem látta el. Ami szintén érdekes, hogy ez a Crescenz Rieger 1921. március 27-én megszült a farmon egy Viktória nevű kislányt, akit végül örökbe kellett adnia egy dr. Gessner nevű Schrobenhauseni orvos utasítására, miután az a gyereket alultápláltnak találta és szerinte elhanyagolták. Tehát a pletykák szerint ez a Crescenz Rieger hangokat hallott, róla később még lesz szó, de hasonlóról számolt be Viktória Gabriel és Andreas Gruber is, akik lépések hangját hallották a fejük felett. Többször is átkutatták a padlást, de nem találtak semmit. Utóbbi egy ismerősének kijelentette, hogy idézem, ő ugyan nem fél, a puskája mindig csőre volt töltve és használatra készen a közelében volt.
De itt még mindig nincsen vége, ugyanis a 63 éves családfő Andreas talált a farmon egy 1922. márciusi újságot, amire nem emlékezett, hogy megvette volna. Ráadásul, mint később kiderült, senki a környéken nem volt előfizetője a lapnak. Először azt hitték, hogy valószínűleg a postás hagyhatta el, de mint később kiderült, nem ez történt. Mindenről maga Josef Mayer, a postás beszélt az 1952-es vallomásában. Mint elmondta, ő maga is harcolt az első világháborúban, ahol francia fogságba esett, majd onnan kiszabadulva a háború után 1921-ben Ingolstadtban kezdett el dolgozni a postánál. Később az ő dolga volt kiszállítani a vidéki falvakra, így a Hinterkaifeck farm is hozzátartozott. Beszámolója szerint havonta egyszer ő szállította Viktóriának az elvileg 1914-ben meghalt férje után az özvegyi nyugdíjat. Minden egyes munkanapján, tehát a hétköznapokon mindig elhaladt a telek mellett, ahová hétfőnként, szerdánként és péntekenként az újságokat is vitte. Név szerint említette például a Schrobenhausener Wochenblattot, tehát a Schrobenhauseni heti lapot. A postás elmondása szerint beszélő viszonyban voltak a Gruber családdal, akik közvetlenek voltak vele. Az volt a megállapodásuk, hogy az újságot mindig a konyha ablakhoz teszi le. 1922. márciusában aztán egy nem pontosított napon ismét beszélgetni kezdtek, amikor mind a családfő, mind pedig a felesége többször is megkérdezte tőle, hogy látotta a környéken ismeretleneket, ugyanis biztosak benne, hogy valaki járkál a telkükön. Azt is elmondták neki, hogy találtak egy lapszámot a Münchner Zeitungtól a farmon, és megkérdezték, hogy vajon ő hagyta-e el. De azt válaszolta Gruberéknek, hogy a címei közül senki sem előfizetője a lapnak. Szintén Josef Mayernek mesélték el, hogy a hóban lábnyomokat találtak, amik a közeli erdőből vezettek az épületekhez. Volt olyan, ami a gépház ajtajáig ment, amiben furcsa módon pont tönkrement a zár, mintha feszegették volna, de olyan lábnyomokat is felfedeztek, amik a kinti faházhoz tartottak, ugyanakkor rendkívül furcsa módon a lábnyomok kifelé már nem vezettek a birtokról, mintha a tulajdonosát elnyelte volna a föld, vagy ami még valószínűbb, hogy valahol a farmon rejtőzködött. Gruberék elmondták a postásnak, hogy többször is alaposan átkutatták az egész területet az épületekkel együtt, de semmit sem találtak. A legfurcsább az egészben, hogy ezeket a lábnyomokat frissen esett hóban találták, tehát maximum 1-2 órával a felfedezés előtt kerülhettek oda. Március 31-én pénteken, mielőtt még megérkezett volna az új szolgáló, ismét ő vitte el az újságot a családnak. Sőt, személyesen adta a kezébe Andreas Grubernek, aki akkor az épülettől északra kiásott kútból merített vizet. Josef Mayer ekkor látta utoljára a családot. Ugyanezekben a napokban rejtélyes módon eltűnt a házuk egyik kulcsa is. Mindenről Andreas Gruber beszélt pár nappal a tragédia előtt egy 31 éves Jakob Ziegel nevű gröberni földtulajdonosnak. Az ő szerepe később még fontos lesz. Az viszont a megmaradt nyomozati iratok szerint nem tisztázott, hogy ez az egyetlen kulcs volt-e, vagy esetleg másolat. Minden esetre a későbbi fejlemények alapján valaki egészen biztosan használt egy kulcsot a farmon a gyilkosságok után, ugyanis az elsőként kiérkezők minden ajtót zárva találtak, de még ebben is lesz egy csavar. Szintén a furcsa események közé tartozott, hogy egy nappal a tragédia előtt, március 30-án délelőtt 11 óra körül kint a földeken Andreas Gruber arról számolt be egy Lorenz Schlittenbauer nevű gröberni idegenvezetőnek, hogy szerinte valaki betört a gépházukba, ugyanakkor meglepő módon nem vittek el onnan semmit. Ez azért is furcsa, mert Schlittenbauer későbbi vallomása és tudomása szerint hatalmas összeget, legalább 100 000 márka készpénzt és a több banknál vásárolt hosszú lejáratú kötvényei dokumentációját is a házban tárolták, az ékszerekről és egyebekről nem is beszélve. Ez a vélt betörés egyébként összefüggésben lehet a tönkrement zárral és a lábnyomokkal, amik az épület részhez vezettek, viszont a gépházról tudni érdemes, hogy nem volt használható ajtó kapcsolata a ház többi részével, ugyanis ami volt, az el volt torlaszolva a korábban említett vízcsővel. Fontos lát a tragédia előtti napokról egy Sophie Fuchs nevű gröberni kislány vallomása, aki együtt járt a 7 éves Kacilliával a Weidhofeni általános iskolába. A visszaemlékezése szerint a kislány mindig ugyanazokban a szegényes ruhákban járt iskolába, és mint mondta, Kacilia március 31-én pénteken tőle szokatlan módon az egyik órán elaludt. A tanár ekkor megkérdezte, hogy mitől ilyen fáradt, mire a Cilibece névre hallgató kislány azt felelte, hogy előző este az anyja, Viktória egy veszekedés után kiszaladt a sötétbe a házukból. Nagyon sokáig keresték, végül pedig az erdőben találták meg, ahogyan egy fatuskon üldögélt. Később viszont már felnőttként az 50-es években Sophie Fuchs arra változtatta a vallomását, hogy rosszul emlékezett, és nem Viktória szaladt be a sötét erdőbe, hanem az anyja, Andreas felesége, Kacilia, az iskolás kislány nagyanyja.
A 84-es vallomásában pedig azt is hozzátette, hogy emlékei szerint azért rohant be az erdőbe, mert a férje megütötte. Sophie Fuchs másokhoz hasonlóan azt is elmesélte, hogy a körülbelül 190 cm magas férfi rendkívül erős volt, a családfői tekintélyét pedig kemény kézzel őrizte, feleségével, az idős Kacíliával sokszor bánt durván, aki egyébként tudta, ami már nem csak szóbeszéd volt a környéken, hogy a férje vérfertőző kapcsolatot folytat a lányukkal. Sokat elmond a családfőről, hogy Sophie Fuchs visszaemlékezése szerint Victoria egyszer Gröbernben járt egy földtulajdonosnál, azt pedig megkérdezte tőle, hogy aznap miért ilyen tépett. Mire a nő azt felelte, hogy idézem, hisz tudja maga is, hogy mit csinál velem folyton. Magyarán esélyes, hogy Andreas Gruber rendszeresen erőszakolta a lányát, a feleségét pedig minimum ütlegelte, aki a háta mögött másoknak állítólag azt mondta a férjéről, hogy ő Isten büntetése. Ezzel kapcsolatban egyébként érdemes megemlíteni Richard Pillmayer neuburgi ügyész 1926-os jelentését, amiben szintén kitér a szexuális kapcsolatra. Ebben leírja, hogy a neuburgi területi bíróságnak is tudomása volt a vérfertőző viszonyról, de hogy ez mennyire volt beleegyezéses Victoria részéről, az erősen kérdéses. Az ottani iratok alapján már bőven az elesett katonával kötött házassága előtt minimum 1907 és 1910 között összefeküdt vagy össze kellett feküdnie az apjával, ami miatt a bíróság a férfit 1915. május 28-án egy év börtönre ítélte, Victoriát pedig egy hónapra, és a dokumentumok alapján mind a ketten le is töltötték a büntetést. De sokkal valószínűbb, hogy ez az egész már korábban elkezdődött, később is volt egy perem miatt, ahol előkerült, hogy bevallottan a 16. születésnapja óta, tehát 1903 óta tartott a vérfertőzés. Ami még érdekes a megelőző napokról, az a 16 éves Johann Schlittenbauerhez, Lorenz Schlittenbauer fiához kapcsolódik, aki azt állította, hogy a gyilkosságok előtt látta, amint Victoria Gabriel egy férfival került kemény összetűzésbe a Whitehoveni temetőben, melynek során tisztán látta, ahogyan a nő arcon csapja az idegent. Nos, hát ilyen előzmények után érkezünk el a mészárlás napjáig. Sajnos nem lehet teljes bizonyossággal megállapítani, hogy pontosan mi történt aznap este, sőt, igazából az események időpontja is csak nagyjából tudható. Ami biztos, hogy 1922. március 31-én este, vagy már az április elsőre virradó élen Andreas Gruber, a felesége Cacilia, lányuk Victoria és az ő lánya a kicsi Cacilia valamiért átmentek a lakórészből az északi pajtába. Nem tisztázott, hogy ez vajon egy napi rutin része volt-e, vagy történt valami, ami kicsalogatta őket, esetleg, hogy kényszerítették-e őket. A gyilkosuk végül itt tölte meg őket egy félig tompa végű bontócsákánnyal, ami mint később kiderült, a családé volt. Mindegyik őket a fején támadta. Ezzel kapcsolatban szintén le kell számolni egy tévhittel, ugyanis ezt a történetet mindenhol úgy mesélik, mintha a kinti pajtának vélt valójában garázsszerű épületben haltak volna meg. De nem, minden a házban történt. Ezután a gyilkos átment a lakórészre és ugyanilyen módszerrel megölte az alig pár órája érkezett új szolgálót a saját szobájában, valamint a legkisebb gyereket, a 2 éves Józsefet az anyja szobájában. A megtalálásuk csak napokkal később történt meg, számos furcsa és hátborzongató esemény után, amikből például egyértelműen kiderül, hogy a gyilkos a tette után még napokig a Hinterkaifeck farmon maradt. Megetette az állatokat, használta a kandallót és az éléskamrát is megdézsmálta. Kiderült az is, hogy amíg ott volt, néhány arra utazó még kapcsolatba is lépett vele, sőt a csendőrség később felfedezte a rejtek helyét is. A hat áldozat megtalálása a gyilkosságok március 31-i végrehajtása után csak napokkal később következett be, de ehhez is több érdekes esemény vezetett. Egy 1922. májusi jelentésből az derült ki, hogy az április 1-ére virradó éjjelen hajnali 3 körül, tehát amikor már elvileg megtörténtek a gyilkosságok, egy Simon Reislander nevű 27 éves farmer éppen hazafelé tartott a bicikléjén Brunnenből, amikor két ismeretlen férfit látott meg a farm melletti erdő szélén, akik azonnal elfordították a fejüket, amikor meglátták az utazót. A következő, hogy a március 31-i elalvása után április 1-én a kis Cacilia Gabriel hiányzott az iskolából, amit az első videóban már említett Lorenz Schlittenbauer 9 éves fia is megerősített később, ugyanakkor az egyik osztálytársa szerint ez gyakran megesett, így sem a tanárok, sem a többi diák nem kapta fel a fejét és nem is ment el a farmra érdeklődni, de már lehetett tudni, hogy valami nincsen rendben.
Ugyanezen a napon déli 12 és délután 2 között két straubingi kávékereskedő, a 25 éves Hans és a 18 éves Eduard Sirovski látogatta meg a birtokot, hogy valamilyen üzleti ajánlatot tegyenek, kopogtak az ajtókon és az ablakokon, körbejárták az udvart, de végül nem kaptak választ, így továbbálltak. Annyit jegyeztek meg később, hogy az összes ajtó zárva volt, kivéve a gépházi, ami teljesen ki volt tárva, illetve hogy a kutyáin és a marhákén kívül más hangot nem hallottak. Miután elmentek, beszámoltak az elhagyatott farmról a korábban már említett Jakob Ziegelnek és a Schlittenbauer családnak is. Azt is elmondták, hogy a közeli Edelshausen felé vezető egyik úton két 60 év körüli cigányasszonnyal találkoztak, de őket sajnos nem sikerült később felkutatni. Szintén április 1-én este 11:30 körül egy Michael Plöckl nevű 24 éves, már háborús veterán és asztalos haladt el a Hinterkaifeknél, miközben Gröbernből tartott Mitterheidba. Ő történetesen az első részben tárgyal Sophie Fuchs testvére volt, és azt állította, hogy látta, amint az esti órákban nyitott ajtók mellett valaki használja a kinti sütőház kemencéjét, amiből füst is szállt fel. Mindez azért is érdekes, mert amikor reggel is elhaladt a másik irányba, akkor még zárva volt az ajtaja. Csak emlékeztetőül ekkor már mindenki halott volt. A férfi megállt egy pillanatra, mire ez az ismeretlen valaki kinyújtott karral és egy lámpával odament hozzá, majd jóformán belenyomta az arcába és elvakította Plöckl-t, aki erre félelmében tovább hajtott, visszanézve pedig látta, ahogyan az idegen bemegy a házba. Az asztalos azt is hozzátette, hogy nagyon büdös éget szagot érzett. Különösen érdekes az a részlet, hogy félelmetesnek írta le a felé közeledő alakot, pedig egyébként Michael Plöckl az első világháborúban tüzérségi katona volt, és az archívumok szerint legalább 14 csatában vett részt, főleg Franciaország területén, és még vaskeresztet is kapott. Azt is állított, hogy az éjszaka folyamán villódzó fényeket is látott az úthoz közeli erdőben, ami szerint egy zseblámpából származhatott. Még mindig április 1-én járunk, amivel kapcsolatban egy August Huber nevű helyi vadász később azt vallotta, hogy miközben aznap vadászni volt két társával, közben elhaladtak a Hinterkaifek farmnál is. Azt mondta, hogy ő is látott ismeretlen lábnyomokat, amik a közeli erdőből vezettek a házakhoz. Sőt, most figyelj, a vadászházból az ablakon keresztül az egyikük látott a farmon egy gyanús idegent, amint az a ház ablakain keresztül leskelődik befelé. Most jön a már említett Josef Mayer nevű postás. Mint mondta, március 31-én, miután átadta a kútnál lévő Andreasnak az újságot, legközelebb április 3-án hétfőn vitte a lapokat. Reggel 8:30 körül járt arra, ugyanakkor a megszokottakkal ellentétben nem látott senkit sem a farmon, az újságot szokás szerint letette a konyha ablakba, ugyanakkor a konyha befelé nyíló ajtaja félig nyitva volt. Állítása szerint semmi különöset nem vett észre, csak hogy nem látta mindig a konyhában ringatózó két éves Józsefet. A család marhái nyugtalannak tűntek, ugyanakkor viszonylag csendben voltak. Gruberék némes piszfajtájú kutyája ismerte a postást, akire sohasem ugatott, így ezúttal sem. A Hinterkaifek farm ugyanakkor bajósan csendes volt. Josef Mayer azt is elmondta, hogy a telek déli részét olyan kerítés vette körbe, amit még pluszban dróthálóval is körbekerítettek. Az épületbe a bejáratok közül az északi eltorlaszoltat csak belülről lehetett nyitni, ugyanis kívül nem volt rajta kilincs, most viszont ez volt félig kitárva. Ő az udvarról nyíló ajtón ment be, ahonnan a konyhába vette az irányt, letette az újságot, majd elment. Csak emlékeztetőül a holttesteket ekkor még nem fedezték fel, egy nappal később pedig minden ajtó zárva volt. Az Augsburgi Állami Archívum dokumentumai szerint egy nappal később, április 4-én egy 19 éves Albert Hofner nevű szerelő érkezett a birtokra a biciklién, aki a Hinterkaifektől délkeletre 17-18 km-re működő Ziegler gépgyárban dolgozott szerelőként, aminek a tulajdonos egyébként a sógora volt. Érdekesség, hogy a gyilkosságok után 1922-ben valamiért csak telefonon keresztül hallgatták ki, annak ellenére, hogy nagyon fontos információi lehettek. Végül rendesen csak 1925-ben foglalkoztak vele a hatóságok. Ekkor viszont elmondta, hogy eredetileg egy héttel korábban kellett volna menni a Gruber családhoz, ugyanakkor a havazás és a vihar miatt olyan rossz volt az idő, hogy nem tudott volna eljutni a farmig a biciklién. Végül Pfaffenhofenből április 2-án reggel 7 körül indult el, de a rossz utak miatt csak 9 körül érkezett meg a Hinterkaifekre, hogy megjavítson egy Zendlinger dízelmotort. Útja során még megállt Wangenben, ahol fél órát beszélt a falu polgármesterével, bizonyos Georg Kriegerrel. Ezután tovább indult, majd amikor megérkezett a farmra, az udvarról akart bemenni a házba, de az ajtó zárva volt, ezután megkerülve az épületet benézett az ablakokon, hát ha lát valakit, de síri csend volt.
Azt is elmondta, hogy noha emberi hangot nem hallott, a marhák folyamatosan bőgtek, az éjszakára mindig bentre zárt kutya pedig megállás nélkül ugatott. Miután egy teremtett lelket sem talált, fogta a biciklét, az udvaron lévő gyümölcsfának támasztotta és azon ülve várakozott. Körülbelül egy órát töltött el így, közben gyakran hangosan fütyült is, hogyha esetleg valaki a távoli földeken dolgozna, akkor így meghallhatja. Végül megunta a várakozást, és egyébként is lett volna még máshol aznap munkája, ezért úgy döntött, hogy nekiáll, így bement a gépházba. Munka közben énekelt és fütyülgetett, és fél három magasságában végzett is, a motort pedig bekapcsolva hagyta ott. Elég nagy zaj csapott az eltelt órák alatt, de továbbra sem jelent meg senki, így a gépház ajtaját is becsukta. De most figyelj, a javítás után már az épületből kiérve észrevette, hogy nyitva áll a marha istálló ajtaja, ugyanakkor az zárva volt, amikor megérkezett. Közel ment hozzá, körülbelül 3 méternyire, amennyire tudott be is nézett, viszont be már nem ment és nem is látott semmi különöset. Ezután becsukta az ajtót, miközben az ajtóhoz kikötött kutya továbbra is veszettül ugatott, de mint mondta, hozzászokott már ehhez, ha szerelni megy valahova. Végeztével átment a közeli Forder Kaifek farmra, aminek tulajdonosától megkérdezte, hogy szerinte merre lehetne Gruberék, aki elmondta neki, hogy a család gyakran töltötte az egész napokat az erdőben fát gyűjtve. Albert Hofner kielégítőnek találta ezt a magyarázatot, így nem firtatta tovább. A szerelő több embernek, köztük a Wangeni polgármesternek és Lorenz Schlittenbauernek, a 48 éves helyi idegenvezetőnek is beszélt a vészjóslóan üresen álló farmról. Ezután délután 3:30 körül az utóbbi kiküldte a két fiát, a 16 éves Johannt és a 9 éves Josephet, hogy próbáljanak meg kapcsolatba lépni Gruberékkel, de nekik sem sikerült. Ezt követően délután 5 óra körül 4 gröberni lakos, Schlittenbauer, a fia Johann, az ő farm tulajdonos szomszédaik, az 57 éves Michael Böll és a 31 éves Jakob Ziegel mentek ki a birtokra, és végül ők találták meg a letakart holtesteket a házban. Most pedig beszéljenek az elsőként kiérkezők, elmondom, hogy mit vallottak 1922. áprilisában a csendőrségnek. Beszámolójuk az augsburgi állami archívumban található meg. Michael Böll azzal kezdte, hogy Schlittenbauer délután 5 óra körül ment oda hozzá, hogy valami baj lehet, mert Gabriel már nem ad magáról életjelet. Furcsa, hogy Gabrielt említett, nem pedig Grubert, de erről majd később. Ezután Jakob Ziegel is csatlakozott hozzájuk, majd elindultak a farmra. Azt is hozzátette, hogy ő maga április 1-én és 3-án is elhaladt a birtok mellett, miközben ment volna dolgozni a szomszédos földekre, és hogy valójában már akkor is milyen kísérteties volt a csend, de akkor még nem tulajdonított neki nagy jelentőséget. Szóval miután 5 után nem sokkal odaérkeztek, az összes ajtó zárva volt, kivéve a gépházé, amiben a zár tönkre ment. Innen bentről az eltorlaszolt összekötő ajtót feltépve a benti téglafalú pajta felé mentek, ahol belépés után egy tehenet pillantottak meg, amivel kapcsolatban kiemelte, hogy nem volt megkötve. Schlittenbauer ment be elsőként, aki egy pillanatra megbotlott, de nem állt meg, gondolta lehet, hogy egy alvó állatba rúgott csak bele. Ekkor már egyébként kezdett sötétedni, így lámpa nélkül a falak sötétjében a lábukkal kezdtek el kutatni a földön, majd Böll egyszer csak szintén belerúgott valamibe, mire azt mondta a többieknek, hogy valami fekszik itt. Ezután Schlittenbauer visszafordult, majd kicsit kutakodva egy emberi lábat emelt fel. Végül a testet kihúzva felismerték Andreas Grubert. Ezután pedig felfedezték a többi 3 áldozatot is a szalmában. Böll és Ziegel ezt követően azonnal kisiettek az istállóból, mire Schlittenbauer az istálló folyosón át a lakórészbe ment, ahol kinyitotta nekik az udvari ajtót. Ezután először a 2 éves Josephet a babakocsiában, a hálószobában, végül pedig Maria Baumgartner holttestét fedezték fel, a földön kiterülve a cselédlakrészben. Most pedig következzen Lorenz Schlittenbauer vallomása, ami egyébként azért különösen érdekes, mert az ő neve gyakran előkerül gyanúsítottként is a hatósági aktákban. Lesz pár részlet, amit már korábban is elmondtam, de ő az egyik legfontosabb személy az egész ügyben, így nem akartam kiadni semmi fontosat. Az első kihallgatását 1922. április 5-én tartották Röbernben, és már a bemutatkozás után rögtön kijelenti, hogy amellett, hogy ismerte Gruberéket, viszonya volt az első világháborúban megözvegyült Victoria Gabriellel és a 2 éves Joseph tudomása szerint az ő fia.
Az 1918-ban szintén megözvegyült Schlittenbauer arról beszélt, hogy április 4-én dél körül káviárusok érkeztek a Gröberni házukhoz a második feleségéhez, Annához, akivel 1921 májusában keltek egybe. Nem emlékezett a kereskedők nevére sem a cégre, amelyeket képviselték, de abban egyeztek meg, hogy 12 napon belül leszállítják az árut. Ami viszont érdekes volt, hogy megemlítették, hogy a Hinterkaifeck farmon egy teremtett lelket sem találtak. Ugyanerről számolt be nekik a korábban már említett Albert Hofner nevű szerelő is, aki délután 3 körül érkezett Schlittenbauerékhez azzal az üzenettel, hogy ha látják Gruberéket, adják át nekik, hogy a motor meg lett javítva. Ő is hozzátette, hogy mindent zárva talált. Az idegenvezető ezt már gyanúsnak találta, ezért elküldte a 16 éves Johann és a 9 éves Josef fiát, hogy nézzenek körül a telken, kopogtassanak és egyebek, illetve siker esetén adják át a szerelő üzenetét is. Odaérve a két fiú szintén nem talált senkit, visszatérve azonban bajos dolgokról számoltak be az apjuknak. Mint mondták, nyöszörgést hallottak belülről, a marhák pedig folyamatosan bőgtek. Ezután Schlittenbauer elindult a két szomszédjáért, Böllért és Zieglért, hogy együtt menjenek át megnézni, hogy mi történt. Ott viszont csak a gépház ajtaját találták nyitva. Böllhöz hasonlóan ő is elmondta, hogy a vízcsővel eltorlaszolt összekötő ajtót erőszakkal kellett feltépniük, hogy tovább haladhassanak az épületbe. Ezután az idegenvezető ment előre, de mint mondta, a sötétbe belépve megláttak egy kézi aprítógépet, majd a pajtától nyugatra az istálló ajtajában egy marhaborjút pillantottak meg. A fal mellett széna volt felhalmozva, miközben pedig haladtak, Schlittenbauer belebotlott valamibe. Vallomása szerint nem nagyon foglalkozott vele, de a mögötte aludó Pöl szólt neki, hogy egy lábat lát a széna alatt. Ekkor megfordult, kihúzták a testet és észrevették, hogy az Andreas Gruber. Ezt követően közelebb hajoltak a takarmányhoz és megpillantották a többi ott fekvő áldozatot is. Ezután Schlittenbauer arra gondolt, hogy a 2 éves fia talán még életben lehetett, ezért hátrahagyva a két szomszédját az átvezető folyosón keresztül a lakórészre sietett, az elszabadult állatokat kerülgetve és azokon átmászva. Következőnek a konyhán keresztül a hálószobába ért, ahol a babakocsiban meglátta a 2 éves Josef holttestét, végül pedig az udvar oldali főbejáraton keresztül beengedte a másik két kiérkezőt. Utoljára a cselédszobába mentek, ahol a földön fekve találtak egy női holttestet, ami Maria Baumgartneré volt, akit egyébként egyikőjük sem ismert, és aki még a csomagjait sem pakolta ki. Ez volt egyébként az egyik egyértelmű nyom arra vonatkozólag, hogy március 31-én történt a mészárlás. Ezután Pöll és Jakob Ziegl visszamentek Gröbernbe, Schlittenbauer pedig elküldte a fiát, hogy értesítse a wangeni polgármestert. Kicsit később a környékbeli farmerek és más lakosok is elkezdtek gyülekezni a Hinterkaifeck körül, délután 6 óra volt ekkor már. Az idegenvezető, a csendőrség és Gréger polgármester kiérkezéséig állítása szerint senkit sem engedett be az épületbe, de közben azért megetette az állatokat. A harmadik kiérkező Jakob Ziegl 1922-ben és 52-ben is vallomást tett, ezekben pedig elmondta, hogy nagyon jól ismerte Gruberéket, akik keményen dolgozó emberek voltak, és tudott Schlittenbauer és Viktória viszonyáról is. A megtaláláshoz már újat nem mondott, inkább más érdekességeket, például Viktória és Karl Gabriel házasságáról, aki szerinte tudott arról, hogy mit csinálnak az apósával, és vélhetően ezért történt meg, hogy ott hagyta, míg a háborúba vonulása előtt hosszabb időre a Hinterkaifeck farmot és hazaköltözött a szüleihez. Jakob Ziegl-nek az volt a benyomása, hogy a házaspár nem jött ki túl jól egymással. A későbbiekről pedig elmondta, hogy Schlittenbauer felesége rákban halt meg 1918-ban, a férfi azonban már a betegsége alatt is viszonyt folytatott. Érdekes módon Ziegl állítása szerint az idegenvezető egyszer azt mondta neki, hogy a 2 éves Josef apja valójában nem ő, hanem a nagyapja, és hogy ezt a nő el is ismerte neki, Schlittenbauer pedig ezért le is akarta csukatni Andreas Grubert. Csak azért sikerült ekkor lebeszélni a Ziegl-nek, mert épp aratás volt. Végül azonban kis idővel később mégis jelentette a csendőröknek, ahol rövid időre el is zárták Andreas Grubert. Majd úgy szabadult ki Ziegl tudomása szerint, hogy Viktória Gabriel egy nagyobb pénzösszeget vitt el Schlittenbauernek, aki ezután visszavonta a feljelentését. Furcsa módon a férfi ezután elismerte saját fiának a 2 évest, de tartásdíjat nem fizetett. Visszatérve a szomszédhoz, vallomása szerint az idegenvezető azután ment át hozzá a felfedezés napján, miután ő hazavitte a sérült testvérét, akin lovak hajtottak át a földön munka közben. Amikor pedig Schlittenbauer azt mondta neki, hogy el kéne nézniük a Hinterkaifeckre, Ziegl
azt mondta neki érdekes módon, hogy csak vele egyedül nem fog átmenni, ezért szóljanak Mihály Pölnek is. Azt is elmondta, hogy noha napokkal korábban esett a hó, április 4-ére már visszahúzódott. Ami viszont különösen érdekes volt a beszámolójában, hogy már a holttestek felfedezése után, amikor Pöllel kimentek az udvarra, hogy Schlittenbauer beengedje őket a főbejáraton, az 1952-es vallomása szerint tisztán hallotta, amint a férfi kulccsal nyitja ki az ajtót, hogy honnan volt az rejtély, de persze bent is találhatta. Ugyanakkor a másik furcsaság, hogy miután beengedte őket, Siegel az ajtót a jobbra lévő hálószobába akart benézni, de a kilincs valamiért nem működött. Ekkor azt mondta neki Schlittenbauer, hogy előbb fel kell emelni, különben nem fog kinyílni az ajtó. Azt is elmondta a szomszéd, hogy Pöllel figyelmeztették a férfit, hogy ne nyúljon a holttestekhez, amire az azt válaszolta, hogy neki azokat alaposan meg kell vizsgálnia. Hogy miért, az rejtély. Arra sem hallgatott, amikor mondták neki, hogy ne etesse meg az állatokat, várják meg a csendőröket, eljött egyből lement a pincébe, és hozott tejet és élelmet a malacoknak. Ezen kívül idézem is Jakob Siegelt. Hazafelé Pöll és én nem szóltunk semmit sem, ami azonban szembetűnő volt az egészben, hogy Schlittenbauer mindent megváltoztatott, amin változtatni kellett, és pontosan tudott mindenről a házban. Véleményem szerint Schlittenbauer élete során nem járt annyiszor a Hinterkaifeki házban, hogy ennyire ismerhette volna. Azt is elmondta, hogy másnap kellett visszamenni a tett helyszínre, ahol persze már nagyban folytak a vizsgálatok, ugyanakkor a bejárás során megpillantott egy a padlásrészről lelógó szénakötelet, de mint mondta, sem Pöll, sem pedig ő nem látta ezt egy nappal korábban. Viszont a legkeményebbet csak ezután mondta. Tudomása szerint ugyanis 2-3 nappal a gyilkosságok felfedezése előtt valaki állítólag szénát lopott Schlittenbaueréktől, ami miatt este a férfi a lopás után a saját házuk padlására rejtőzködött el, hogy tetten érhesse a tolvajt, ha az visszatérne. Ezt egyébként a gyerekei is megerősítették később a hatóságoknak, és Jakob Siegel szerint is hihető alibi volt. De ez egyben azt is jelenti, hogy noha az oké, hogy felment a Gruberni házuk sötét padlására, de utána órákig nem látta senki sem, pont azokban a napokban, amikor a gyilkosságok is történtek. A nyomozóhatóság az első napokban több furcsaságot is felfedezett, erről Richard Pielmeier ügyész ír az 1926-os jelentésében. Ilyen volt például egy nehéz csákány az istálló etető folyosójánál, ugyanakkor ezen nem voltak vérnyomok, bár azt hozzátették, hogy a bent lévő marhák is vélhetően lenyologathatták. A gépház feletti padlás részen pedig találtak egy kupac szénát, amiben úgy tűnt, hogy korábban feküdtek. Ugyaninnen a nemrég említett új nyavastag szénakötél lógott le a gépház feletti közös padlásról az északi pajta padlójáig, ami a nyomozók szerint olyan erősen volt megkötve, hogy egy felnőtt férfi is gond nélkül le tudott ereszkedni rajta. Április 5-én azt is felfedezték, hogy az épület tetőcserepei két helyen is úgy lettek elmozdítva, hogy onnan be lehessen látni az udvart. Az egyik a lakórész felett lett elmozdítva, a másik az elalakú épület keleti szárnyán, ráadásul azt is sikerült megállapítani, hogy nem régen csinálhatta ezt valaki. A leszedett tetőcserép alattiak ugyanis teljesen érintetlenek, szép világos vörösek voltak, nem voltak elszíneződve és az időjárás sem kezdte ki azokat. A konyha felett volt egy tárolókamra is, ahol majd egy tucat egész füstölt húst tároltak, az egyiknek viszont hiányzott a fele. A hatóságok listázták a meglévő járműveket, ékszereket, értékpapírokat, készpénzt és minden egyéb ingóságot is, de látszólag semmi fontos nem hiányzott. Nagy mennyiségű arany és ezüstpénzt is találtak, ellenben relatíve kevés papírbankót. A házban látszólag semmit sem kutattak át vagy dúltak fel, Victoria és a 2 éves József hálószobáját kivéve, ahol a nyomok alapján az elkövető vagy elkövetők aludhattak is akár, ugyanis az ágy bevetetlen volt. Ugyanebben a szobában találtak egy üres pénztárcát, valamint egy női karórát is, illetve néhány papírjegyzetet, de utóbbiban semmi különös nem volt. Látszólag a hatóságok zsákutcába jutottak, DNS vizsgálatról szó sem lehetett, új lenyomatról sem igazán, így a kihallgatásokon túl úgy tűnt, hogy megrekedt a nyomozás, mert noha gyanúsítottak szóba jöttek, perdöntő bizonyíték nem került elő. Nem úgy egy évvel később, amikor az 1923. februárjában kezdődött bontás során megtalálták a gyilkos fegyvernek tartott félig tompa végű csákányt, amin vérnyomokat is felfedeztek. A hatóságok egyértelműen meghatározták, hogy ez a Gruber családé volt, miután az öreg András maga csinálta a markolatát. Az épületek lerombolásával kapcsolatban egyébként elmondanám, hogy az örökséget illetően peren kívül sikerült megegyezniük a rokonoknak.
Magát a bontást pedig Carl Gabriel apja és testvére vezényelték le pár szomszéddal karöltve. De még nincsen vége. Március 29-én ugyanis találtak egy rozsdás zsebkést is pontosan ugyanazon a helyen, ahol a négy áldozatot is, bár ezt már nem tudták meghatározni, mint a család tulajdonát. Ennek a késnek később lesz jelentősége, amikor majd a sérülésekről beszélek, ugyanis ez utalhat arra is, hogy több gyilkos fegyver volt, de arra is, hogy több elkövető. Ami pedig még szintén érdekes, hogy találtak egy állítólag véres, a hordóknál használt abroncsvasat is a kés és a csákány mellett, bár furcsa módon erről csak egyetlen egy jelentésben tesznek említést. A boncolás jegyzőkönyve sajnálatos módon nem ölte túl az azóta eltelt évtizedeket, sőt igazság szerint az sem biztos, hogy egyáltalán készült ilyen, bár ekkor már kötelező volt. Mindazonáltal lehet, hogy írásos nyoma nem maradt a holttestek vizsgálatának, de több egyéb irat mellett például egy hatósági telefonbeszélgetésnek is megmaradt a leírata, amin a Neuburgi államügyész beszél az idős Cecilia, lánya Victoria és az ő lánya a 7 éves Cecilia sérüléseiről. Ezekből kiderült, hogy az idős asszony fején 7 ütést számoltak meg, illetve folytogatás nyomait is felfedezték a nyakán, a koponyájának a teteje szakadt be, csak úgy, mint Victoria Gabrielnek, akinek az arcának a jobb oldalát is bezúzták egy tompa eszközzel. A kislánynak szintén összezúzták a koponyáját. Mindezekről értesítették professzor dr. Hermann Merkelt is, aki a vizsgálat részeként szemügyre vette az első napon talált csákányt is, ám ebben a telefonos összegzésben elmondták, hogy vélhetően nem egy éles tárgyal követték el a bűntényt. Magát az autopsziát viszont egy dr. Johann Baptist Aumüller nevű bírósági orvos szakértő végezte el. Ő volt az, aki kifejtette, hogy a kislány életben maradhatott volna, hogyha időben felfedezik az áldozatokat. Az orvos szerint ugyanis 2-3 órával a fejére mért ütések után még mindenképpen életben volt, illetve ő fedezte fel a kezében a hajcsomóit is, amit vélhetően a nagy szenvedése közben tépkedett ki. Ezen kívül véres ujjnyomokat találtak a nyaka körül, és az állkapcsa is súlyosan megsérült. Victoria Gabriel koponya csontjának felső részén egy kisebb, kerekformájú sérülést is felfedezett, ami egy éles tárgytól származott. Valamint 9 leginkább csillag alakú sebet is találtak, amit a gyilkos fegyverből kiálló csavar okozhatott. A családfővel Andreas Gruberrel egyetlen hatalmas ütés végzett, amit a jobb halántékára mértek, amitől a koponya is beszakadt. Az első munkanapjára érkező Maria Baumgartnernek szintén a fejét támadták, ugyanakkor a koponyája hátsó részén egy 4 cm mélységű lyukas sebet találtak, amit egy éles szerszám okozhatott, például az 1923-ban megtalált zsebkés. A 2 éves Josephet pedig a nagyapjához hasonlóan a halántéka jobb oldalára mért ütéssel ölték meg. A visszaemlékezésekből pedig kiderült, hogy a kisgyerek babakocsijának még a tetejét is beszakították, olyan brutális ütést mértek rá. Általános megállapítás, hogy mindenkit a fejére mért ütéssel öltek meg, és mindenkit vértócsa vett körül. Gyilkos fegyverként alapvetően több minden is szóba került, de az ütések nagy részét egy tompa eszközzel mérték az áldozatokra, de ugyebár ekkor még nem fedezték fel a fegyvert. A további hatósági feljegyzésekből azonban még érdekesebb dolgok derültek ki. A furcsaságok közül is talán a legfontosabb Victoria Gabrielé, akinek a fején talált 9 kisebbét a gyilkos fegyverből kiálló csavaroknak tulajdonítanak. Mindazonáltal a többi áldozaton nem találtak ilyen sérülést, az orvos szerint ez azt jelentheti, hogy Victoria volt az első áldozat. De ami a legdurvább, hogy az orvos szerint könnyen lehet, hogy nem is akarták megölni, sőt lehet, hogy az egész mészárlás sem volt tervben. Mindezt arra alapozza, hogy a gyilkos fegyverként azonosított félig tompa végű csákányt például hentesek is használták, hogy elkábítsák vele a disznókat, márpedig Victoriát is a tompa felével ütötték, megvan rá az esély, hogy idézőjelben csak el akarták kábítani. A kiállók és csavarok közül pedig akár csak az egyik is, de a tettes tudta nélkül belefúródhatott a koponyájába, amikor pedig ezt észrevette, már nem lehetett visszacsinálni és befejezte, amit könnyen lehet, hogy véletlenül okozott. A kerek alakú sebbel kapcsolatban pedig felmerült, hogy esetleg egy másik elkövető is lehetett ott, bár persze ez korán sem biztos, ennek eredetét nem tudták meghatározni. Az idős Cecíliával kapcsolatban említést tesznek egy háromszög alakú sebről, ami szintén egy új gyilkos fegyverre vagy egy második elkövetőre is utalhat. Victoria mellett vele bántak el a legkegyetlenebbül, ami az akkori egyébként szerintem helyes eszmefuttatás szerint azért lehetett, mert úgymond rájuk volt idő. Andreas Gruberrel gyakorlatilag egyetlen hatalmas erejű ütés végzett, a legvalószínűbb, hogy lesből ütötték le, ami viszont
Viszont szintén figyelemreméltó következtetés az a kislány halálával kapcsolatos, ugyanis neki voltak a legdurvább és legváltozatosabb sebei. Úgy, mint vágás a nyakán, egy lyukszerűsebb az arcán, ütések a nyakán és a fején, mindezek mellé pedig a koponyája is beszakadt. Az iratok szerint a hatóságok arra gondoltak, hogy a gyilkosnak akár erkölcsi aggályai is felmerülhettek a gyerek láttán, lehet, hogy be is pánikolt kicsit, ugyanis kisebb volt a többi áldozatnál, ezért meg lehet, hogy több fegyverrel is megpróbált végezni vele, mert nem tudta, hogy mit csináljon. Ugyebár a 7 éves Kacilia nem is halt meg egyből, hanem a támadás után legalább 2 órával, kezében a hajcsomókkal. Ahhoz képest, hogy mindenki mással milyen magabiztosan bántak el, ez az idézőjelben hanyagság azért meglepő a gyilkos részéről, ugyanis látnia kellett, hogy a lány nem halt meg, mégis ott hagyta. Az utolsó 2 áldozat, a szolgáló és a 2 éves József esetében egyértelműen gyors és célzott kivégzésről beszéltek a hatóságok. Ez azért lehetett más szerintük, mert itt a gyilkos már ura lehetett a helyzetnek, nem kis részben azért, mert vélhetően a hátsó istállóval ellentétben itt éghetett a világítás, és különösebb veszélyérzet nélkül cselekedhetett. Ezek alapján pedig nagyjából fel is lehet állítani egy valószínű idővonalat. Elsőként Victoria mehetett hátra, az azonban kérdés, hogy miért. Lehet, hogy egy napi rutin részeként az állatokkal kapcsolatban, de az is lehet, hogy a gyilkos csinált valamit a jószágokkal, hogy a lakók hátra menjenek, viszont ami azt illeti és az ügy későbbi alakulását ismerve, akár egy titkos szerelmi találkozó is állhatott a háttérben. Utána jöhetett az idős Kacilia, az anyja, rájuk és a brutális kivégzésükre sokkal több ideje volt a nyomok alapján a tettesnek. Harmadiknak érkezhetett a családfő, meg lehet azért, mert hangokat hallott az istálló felől, vagy akár mert nem tudta elképzelni, hogy mit csinál a felesége és a lánya ott hátul. Vele gyorsan végeztek, az utolsó áldozat pedig, aki ott halt meg, a kislány volt. Rejti, hogy ő hogyan került oda, de végül is egy 7 éves gyerekről beszélünk. Lehet a furcsa hangok, az állatok bőgése, vagy csak úgy általában a kíváncsiság hajtotta oda. Arra minden esetre kevés az esély, hogy a 4 áldozat egyszerre ment volna oda. A nyomok alapján a bűnténynek valamikor március 31-én este lefekvés tájéken kellett megtörténnie. Ezzel kapcsolatban Lorenz Schlittenbauer vallomása ad támpontot, aki első kiérkezőként arról beszélt, hogy amikor megtalálták, az idős András Gruberen csak alsó nemű és hálóing volt. Kacilia Gruberen szintén csak hálóing, a másik 2 nő és a kislány még fel volt öltözve rendesen. Maria Baumgartner pedig a jelek szerint éppen megvetette az ágyat a cselédszobában, amikor rátámadtak. Az is érdekes adalék lehet, hogy miután a gépház ajtójának zárját erőszakkal nyitották fel, tovább haladva szerszámoktól származó ütésnyomokat találtak a középső állattetető egyik ajtaján. Hogy ennek köze van-e a bűncselekményhez, azt nem tudni. De egyébként miért verné szét valaki a saját ajtaját? A csendőrség először rablásra gyanakodott, ezért számos utazókereskedőt és árust is kikérdeztek, de sajnos eredmény nélkül. A nyomozás során ugyanakkor rengeteg készpénzt találtak a házban, amit a gyilkos viszonylag könnyen megtalálhatott volna, így ezt a verziót elvetették. Azonban hozzá kell tenni, hogy Victoria Gabriel hálószobájában találtak egy üres pénztárcát, így azt meg lehet, hogy a tettes ürítette ki. Az is biztos, hogy a tettes még napokig a házban lakott, ugyanis egyrészt valaki megetette az állatokat, illetve ahogyan már kitárgyaltuk, többen is láttak mozgolódást a birtokon március 31 és április 4-e között. Ezen kívül megették az összes kenyeret a konyhából, valamint az éléskamrából is hoztak ki húst. Hogy miért maradt ott még napokig, az nem tiszta, de talán a legészszerűbb magyarázat, hogy a környéken április 4-ére olvadt el annyira a március 30-31-én esett hó, hogy nyom nélkül el tudjon tűnni. Ami azt illeti, április 4-e egy keddi nap volt, ekkor volt ott az Albert Hofner nevű szerelő, aki a gépházat leszámítva elsőre mindent zárva talált. Viszont egy nappal korábban hétfőn járt ott a Josef Mayer nevű postás az újsággal, aki viszont a nyitott udvari ajtón belép ment a konyhába. Ergo hétfőn még valameddig biztosan ott kellett lennie a gyilkosnak, ugyanis másnapra már ez is zárva volt. Most pedig eljött az idő, hogy végre a gyanúsítottakról beszéljünk. A hatóságok elkezdték összeállítani a gyanúsítottak listáját, akik közül az egyik érdekesebb, mint a másik, az évek során 100-nál is többen jöttek szóba. A nyomozás kezdeti szakaszában a Bill Mayer jelentés szerint a környéken az a nézet volt a legerősebb, hogy valaki olyan tehette a szörnyűségeket, akár rokon is, aki a birtokot szerette volna megszerezni. Abban minden esetre mindenki egyetértett, hogy a tettes vagy tettesek ismerhették a környéket. A hatóságok szerint elsősorban a vándorkereskedők között kellett volna keresni, akik idézem,
A cigányokhoz hasonlóan vándorolnak a környéken. Hangsúlyozom ugyanakkor, hogy ez nem azt jelenti, hogy romák gyilkoltak, sokkal inkább arra utaltak, hogy nem helyiek lehettek. Az érvelésük szerint ez azért valószínűbb, mert a gröberniek közül például mindenki ismerte Gruberéket, illetve hogy mekkora vagyon tárolnak az ingatlanban, bárpedig egy helyi nem valószínű, hogy ott hagyta volna. Április 4-én például kiderült, miután egy Paul Blunder nevű férfi szeretője beszélni kezdett, hogy pár héttel korábban a Whitehaven-től északnyugatra fekvő Bobenhausen településen egy hasonló körülmények között végrehajtott rablás történt. A hasonló körülményeket nem részletezték, de vélhetően itt is voltak halálos áldozatok, a bűncselekménnyel pedig ezt a Paul Blundert, a testvérét Ludwigot és egy Bork nevű illetőt gyanúsítottak. Már 1922-ben szóba került az esetleges érintettségük, de ez a Bork alibit szolgáltatott a két testvérnek. 1926-ban a Billmeyer jelentés idején viszont ez az alak a fiával bevallotta, hogy a két Blunder testvér egy éjjel megjelent náluk és kényszerítették őket a hazugságra. Blunder szeretője pedig eskü alatt vallotta azt is, hogy amikor a már lebontott Hinterkaifeck farm mellett haladtak el a férfival, az részletekbe menően mutatta be neki a házat, arra viszont nem utalt, hogy a gyilkosságban érintett lenne. Furcsa módon azonban se ennek a Hornstack nevű nőnek, se a Bork nevű illetőnek nem maradt más nyoma a jelentéseken kívül. Az egyik legelterjedtebb elmélet szerint Carl Gabriel írtotta ki az egész családot, aki ugyebár az egyik áldozatnak, Viktóriának volt a férje, ugyanakkor ő elvileg 1914-ben meghalt az első világháborúban. Viktória 1920-ban adott életet József nevű fiának, aki bizonyos pletykák szerint meglehet, hogy a saját apjától fogant meg, és a katona ezért akarhatott bosszút állni. A férfi katonatársai ugyanakkor arról vallottak, hogy a férj valóban meghalt, viszont a II. Világháború után szovjet hadifogságból szabadult német katonák már arról számoltak be, hogy egy bajor dialektusban beszélő szovjet tiszt küldte őket haza, aki azt állította, hogy ő a felelős a hinterkaifecki gyilkosságokért. Néhányan azok közül, akik ezt állították, később módosítottak az állításaikon, ami természetesen még inkább megkérdőjelezi a hitelességüket. Azok pedig, akik állításuk szerint találkoztak a férfival annak vélt halála után, azt mondták, hogy Gabriel Oroszországba készült. Ezzel az orosz szállal kapcsolatban egyébként 1952-ben megjelentettek egy német nyelvű 16 oldalas kiadványt is, a leírásban linkeltem, akit ez érdekelne. 1922 áprilisában a nyomozók is elindultak ezen az idézőjelben nyomon. Felvették a kapcsolatot a német háborús veszteségek és háborús sírok központi nyilvántartó irodájával is, akik azt válaszolták vissza, hogy a keresett férfi tudomásuk szerint eltemették egy francia katonai temetőben az egyik bajtársa sírjába. Érdekes részlet vele kapcsolatban, hogy az akkor még élő apját és testvéreit is számba vették lehetséges gyanúsítottként, mint akik az örökségre pályáznak. A tragédia után egyébként nem támasztottak egyből igényt az esetleges részükre, de a későbbi osztozkodást már megtámadták, de végül semmi nem került elő velük kapcsolatban. Amit viszont nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a nyomozók szerint a legkisebb jel sem merült fel Gabriel kapcsán, hogy akárhogyan is érintett lehetne. Ugyebár Lorenz Schlittenbauer volt az a férfi, aki harmad magával megtalálta a holttesteket. Róla érdemes tudni, hogy miután 1918-ban rákban meghalt a felesége, szinte azonnal viszonyba kezdett Viktóriával, és nagy nehezen, de elismerte fiaként a 2 éves Józsefet. Egyes források szerint a kisgyerek születési anyakönyvi kivonatán is szerepel a férfi monogramja. Mihály Böll, a másik megtaláló, az 1922-es vallomásában azt is mondta, hogy tudomása szerint feleségül akarta venni Viktóriát, amit viszont az öreg Andreas Gruber megakadályozott, és úgy általánosságban ki nem állhatta a férfit. Ezzel kapcsolatban Crescenz Rieger, a korábbi szolgáló, azt vallotta 1922-ben, hogy ő tudta, hogy Schlittenbauer a gyerekapja, de amikor ő ott dolgozott, a férfi egyszer sem ment a házhoz. Néha beszélt a családfővel, de a nőkkel nem érintkezett. Azt is tudni lehet, hogy Andreas Gruber egyszer be akarta perelni a férfit, amiért 1919-ben elkezdte terjeszteni a vérfertőző kapcsolatát a lányával, bár ebből végül nem lett semmi, és amúgy is mindenki tudta. Mint mondta, a Gruber család a legtöbb emberrel távolságtartó volt, egyetlen egyszer látta, amikor egy idős, kimerültnek látszó férfinek egy éjszakára szállást ajánlottak, de ezen kívül semmi. Gruberéket a szolgáló szerint kevés ember kedvelte, mert szavai szerint szurkálódósak voltak, a rokonokon kívül senki sem látogatta őket. De visszatérve Schlittenbauerre, a helyiek is leginkább rágyanakodtak, ugyanis számos furcsaságot követett el a család megtalálása után. Először is a másik két megtaláló szerint egyedül ő nem került sokkos állapotba, helyette egyből tudta, hova kell mennie a házban, amit Böll és Siegel szerint elég jól ismerhetett.
Utóbbi ráadásul elmondta a csendőrségnek, hogy tisztán hallotta, amint kulcsal nyitja ki nekik a bejárati ajtót. Márpedig Gruberéktől pont eltűnt a házkulcsa pár nappal a mészárlás előtt. A megtalálásuk után valamiért a holtesteket is elmozdította, tönkretéve a bűnügyi helyszínt. Ezen kívül a lebontás után megtalált gyilkos fegyverről, a csákányról konkrétan azt állította, hogy az az ő tulajdona. Erről egy András Weiger nevű helyi férfi beszélt a hatóságoknak 1952-ben. Azt is hozzátette, a Schlittenbauer szerint András Gruber lophatta el tőle. Schweiger is azok között volt, akik hamar a helyszínre siettek 1922-ben, illetve jelen volt az épületek 1923-as lerombolásakor is. Szóval ez a férfi mondta előbb 1952-ben, majd 80-ban is, hogy András Grubernek és Lorenz Schlittenbauernek is volt egy kisebb erdős területe, hogyhogy nem pont egymás mellett. Vallomásában elmondta, hogy éjszakánként, miközben Schlittenbauerrel dolgoztak, rendszerint elásták a földbe a szerszámokat, így a később gyilkos fegyverré váló csákányt is. Az idegenvezető elmélete szerint Gruber egy ilyen alkalmat használhatott ki a lopásra. Bár ennek igazságtartalma erősen kérdéses, még ellent is mond neki a 20 éves Georg Siegel vallomása, aki 1921-ben aratás idején összesen 12 hétig dolgozott segédmunkásként a farmon. Ő azt állította, hogy látta, ahogyan a családfő maga építi meg a csákányt, még a markolatát is ő faragta ki. Lorenz Schlittenbauer kapcsán megszólalt később Sophie Fuchs is, méghozzá 1984-ben, amikor már idős asszonyként, de megint kihallgatták. A nő szerint kétség sem férhet hozzá, hogy a férfi volt a gyilkos, sőt szerint ez Gröbenben is tudta mindenki már akkor is. Beszélt arról is, hogy Victoria Gabriel szeretője ugyebár az elsők között érkezett ki a helyszínre, a másik két társa pedig arról számolt be, hogy amikor először mentek például a pajtába, úgy tett, mint aki nem vette észre a holtesteket. Ez volt az, amikor úgymond belerúgott valamibe, de nem állt meg megnézni, hogy mi az. Azt is elmondta, hogy Schlittenbauer úgy ért hozzá a tett helyszínhez, hogy a pajtában fekvő áldozatokról előbb leszedte azt a kevés szalmát, amivel lelettek takarva, majd visszatette rájuk. A nő a vallomásában beszélt arról is, hogy a nyomozás elején szakkereső kutyákat is hoztak a Hinterkaifeckre, de az állatok egyedül a férfinél álltak meg, amire az később úgy védekezett, hogy nem csoda, hiszen ott volt a holtesteknél. Ehhez képest érdekes módon a másik két kiérkezővel, Michael Pöllel és Jakob Siegellel abszolút nem foglalkoztak az állatok. Schlittenbauer egyébként még pert is indított rágalmazásért, de semmivel sem tudta bizonyítani az igazát. A Pillmeyer jelentésben az is szerepelt róla, hogy a helyszíni vizsgálatok során megpróbált fontoskodni, valamint minél nagyobb szerepet tulajdonítani magának az ügyben és a megtalálásban. Az alibiét pedig a már említett padláson bujkáló sztorin keresztül a családja adta neki. Érdekesség, hogy a harmadik kiérkező Jakob Siegel és közte valamiért hamar megromlott a viszony, ami több perhez is vezetett. Az egyik ilyenben hangzott el, hogy Siegel állítása szerint, amikor Schlittenbauer a szomszédaiért ment, még a megtalálások előtt, akkor azt mondta neki, hogy idézem, szomszéd, a Kaifeken mindenkit megöltek, pedig ekkor még elvileg ezt nem kellett volna tudnia, persze csak akkor, hogyha igaz Siegel állítása. Végül a hatóságok elvetették Schlittenbauert, mint lehetséges tettest, megemlítették, hogy alapvetően egy közepesen jó mód és jó hírű emberről volt szó, de azt is írták, hogy nem volt olyan személyisége, mint aki ilyet megtenne. Bár ez nyilván elég vékony így, de az alibije a Viktóriával folytatott viszonya, hogy feleségül akarta volna venni, ha András Gruber nem áll közéjük, illetve hogy a két éves Józsefet is elismerte, azt jelzi, hogy lehettek velük tervei, akár az öreg halála után is. A Gump testvéreket, Adolfot és Antont is többször elővették az ügyben. Róluk azt érdemes tudni, hogy a híres 19. századi bandita Ferdinand Gump leszármazottai, és akiknek a nővére Crescentia Mayer a halálos ágyán megesküdött, hogy a testvérei a felelősek a hinterkaifecki mészárlásért. Noha bizonyítani nem sikerült, néhány furcsa körülmény mégis gyanúra ad okot. Az érintettségüket vizsgáló András Pop nevű ügyész biztos volt benne, hogy Anton Gumpnak viszonya volt Victoria Gabriellel, sőt akár a két éves József apja is lehetett. Mindazonáltal a többi Gump testvér kétségbe vonta a nővér vallomását, még akkor is, ha az a halálos ágyán történt. Antonhoz el is utazott az ügyész Ingolstadtba, eleinte csak kérdezősködött, hogy merre dolgozott például 1922-ben, de a férfi miután levágta, hogy mire megy ki a játék, mindent tagadni kezdett. Ugyanígy a feleségét is kikérdezték többször is, de eredmény nélkül. A testvéréről, Adolf Gumpról pedig azt kell tudni, hogy kosárkészítőként járta a környéket, és az ügyész szerint neki is viszonya lehetett Victoria Gabriellel. Az elmélete szerint bosszúból írthatta ki a családot, miután rájött a vérfertőzésre.
Anton Burton éveiről pedig az a hír járta, hogy egy másik elítéltnek beismert, hogy a testvére követte el a hinterkaifeki gyilkosságokat, bár ő maga nem volt jelen. Sőt, ha már szóbeszédek, Adolf Gump állítólag gyakran ment a farmra, miközben András Gruber azt mondta egyszer Grubernben, hogy bárkinek jobban örülne József apjaként, mint a férfi. Mindazonáltal ezeket az állításokat senki sem tudta megerősíteni a hatóságoknak, végül pedig szabadon engedték. Crescenz Rieger, aki ugye 1920 novemberétől 1921 szeptemberig dolgozott házvezetőnőként a Gruber családnak, azt állította, hogy a testvérek a tettesek. Először is Anton dolgozott korábban a farmon, segített begyűjteni a burgonyát, így ismerte a családot és a birtokot is, és tudhatott a vagyonukról. A szolgáló szerint a férfi gyakran kérdezett a Gruber családról nála, néha még a halálukat is kívánta. De ami a legérdekesebb az egészben, hogy a házvezetőnő külön kiemelte, hogy a család kutyája világ életében szinte mindenkire ugatott, kivéve Antonra, rá soha. Ezzel kapcsolatban érdemes szemezgetni a nő 1922-es vallomásából. Először is vegyük sorra, hogy hogyan került képe Anton Bichler a szolgálónál. Crescenz Riegerrel kapcsolatban elmondtam korábban, hogy örökbe adott egy Victoria nevű kislányt, aki a Hinterkaifecki farmon született. Az ő apja egy Jakob Weber nevű 28 éves gyári munkás volt, akit már a világháború előtt is ismert. Viszont a férfi sajnálatos módon 1921 májusában meghalt egy müncheni kórházban operáció közben. Az 1922-ben 29 éves Anton, szintén gyári munkás, ezután kezdett el udvarolni neki, ami sokszor csapott át zaklatásba. A férfi gyakran jelent meg nála az éjszaka közepén a Hinterkaifeck farmon, hogy úgymond bekérezkedjen a szobájába. A nő ezt el is mondta Gruberéknek, akik nagyon nem helyeselték a dolgot, nem kis részben azért, mert úgy hitték, Anton Bichler számos alkalommal lopott már tőlük, köztük csirkéket is. Mindezt akkor, amikor burgonyát segített begyűjteni nekik, amikor körülbelül 3 hétre alkalmazták 1921-ben. Jellemző volt rá, hogy folyton panaszkodott az étel miatt, megjegyzésekkel illette Gruberéket, akikről tudta, hogy gazdagok. A szerinte rossz körülmények miatt szerette is volna, ha a szolgáló otthagyja a farmot. A férfi továbbra is sokszor jelent meg a nőnél hivatlanul, de Crescenz Rieger nem engedett, nem akart semmit sem tőle. Antonról ráadásul később többen is kijelentették, köztük Georg Siegel is, hogy egy kifejezetten erőszakos ember volt. A legkeményebb viszont azután következett, hogy végleg vissza lett utasítva. A szolgáló gröberni lakosoktól hallotta vissza, hogy Bichler olyan utalásokat tett, mintha meg akarná őt ölni. Victoria Gabrielnek pedig azt mondták a Whitehofani templomban, hogy Anton őt és András Grubert okolta, amiért nem sikerült meghódítania az által a Zenzinek becézett szolgálót. Sőt, egy idős gröberni asszony azt is mondta, hogy Bichlertől azt hallotta, hogy szerinte a kaifekieket le kéne vágni. Ezt a kijelentést később többen is megerősítették Riegernek. Szóval így került össze a férfival, de a kutyára vonatkozó rész csak most következik. A nő vallomása szerint az állat mindenkire vadulugatott, akárki jött a birtokra, egy embert kivéve, Anton Bichlert. Még akkor sem adott ki magából egy hangot sem, amikor a férfi éjszakánként az ablakához osont. Ez azért is különösen furcsa, mert Rieger vallomása szerint a német spic őt és a kis Kacilliát is megharapta egyszer, és itt kerül képbe a férfi testvére, Karl. Őt is alkalmazták a farmon földmunkákhoz, és addigra őt is kapták már el lopásért. Amikor pedig a szolgáló hallott a mészárlásról, az első gondolata az volt, hogy csak a Bichler testvérek lehettek. Noha utóbbi nem akkor dolgozott Gruberéknek, amikor a nő is ott volt, de később róla is megtudta, hogy megfenyegette a családot. A lopással kapcsolatban mesélt egy érdekeset is. 8 nappal a szolgáló munkába állása előtt a Gruber család kint volt dolgozni a földeken, amikor távolról egyszer csak meglátták, amint egy idegen egy oszlopot döntve a ház falának az egyik fenti nyitott ablakon keresztül bemászik a padlásra. Természetesen azonnal visszasiettek, de már csak annyit láttak, hogy Karl Bichler füstölt húst, tojást, kenyeret és ruhadarabokat visz magával, miközben rohant befele az erdőbe. Menekülés közben még el is hagyott néhány gyerekruhát a kinti tárolónál. Ezt az esetet a 7 éves Kacilia is elmesélte a nőnek. Fura módon azonban, vagy csak a munkaerőhiány miatt, de a szolgáló távozása után ismét alkalmazták a férfit, azonban az 2 nap után meglépett. De most figyelj, mert mesélt még ezeknél is keményebbet. Egy éjszaka este 11 és éjfél között, amikor már aludt a Hinterkaifeck farmon, egy idegen férfi kopogott az ablakán, és azt állította, hogy ő egy Sepp nevű gröberni farmer, és hogy engedje be maga mellé. Rieger azonban ismerte az említett farmert, és biztos volt benne, hogy nem ő az, sokkal inkább Karl Bichlerre gyanakodott, ugyanis a sötétalak magassága, az arc és bajusz formája is egyezett. A farmon ekkor már sötét volt, így nem tudta pontosan azonosítani az alakot, akit miután visszautasítottak, megkérdezte, hogy Victoria Gabriel, idézem, az öreggel van-e.
Kettőjükről ekkor már rég terjedt a pletyka, hogy vérfertőző kapcsolatot folytatnak, amit a szolgáló egyik története is megerősít. Crescenz Rieger a vallomásában azt mondta, hogy noha ágyban is sohasem látta őket fajtalankodni, egyszer úgymond meglepte őket, amikor egy napon este 7 és 8 között valamikor átment az állatokhoz, ahol állítása szerint András Gruber és a lánya Victoria Gabriel éppen a színán feküdve zeretkeztek. De visszatérve az idegen kérdésére, azt válaszolta, hogy nem tudja, hogy hol van Victoria, mire az ismeretlen férfi eltűnt a sötétségben Gruben irányába. 1929-ben aztán ismét kihallgatták az egykori szolgálót, aki akkor már kevésbé tudott visszaemlékezni, de megemlítette egy estét az ott léte idejéről, amikor ismét egy ismeretlen férfi kopogott az ablakán, ezúttal is hátsó szándékkal. A nő persze ezúttal sem engedett, miután viszont a férfi elment, Crescenz Rieger kinézett az ablakon, ahol két idegent látott, egy magas és egy alacsonyat, ahogy eltávolodnak a sötétbe. A nővel kapcsolatban megemlítenék még valamit, ugyanis egy Franz Friedl nevű férfi a környék településén házalt pár évvel a gyilkosságok után, amikor összetalálkozott Riegerrel, aki elismerte neki, hogy ő Gruberék korábbi alkalmazottja. Nos, ez a Franz Friedl azt vallotta a hatóságoknak 1929-ben, hogy a nő azt is mondta neki egyéb információk mellett, hogy a gyilkosságok előtt nem sokkal, amikor még a farmon volt, egy éjszaka ismét egy idegen kopogtatott az ablakán. Ezúttal is szexuális célzattal. A férfit nem ismerte fel, de miután visszautasította, az azt mondta neki, hogy hagyja el a farmot, mert 8 nap múlva mindenkit meg fognak ölni. Crescenz Rieger később tagadta, hogy valaha is mondott volna ilyet. Az ügyben még a 80-as években is tartottak kihallgatást, és 100-nál több gyanúsított jött szóba, megoldást azonban egyik sem hozott. A borzalmas események helyszínét, a Hinterkaifeck farmot 1923 elején lebontották teljesen, a családot pedig Whitehofenben temették el a koponyáik nélkül, ugyanis azokat nem szállították vissza a vizsgálatok után, később pedig megsemmisültek a II. Világháborúban kritikus jelentőségű nyomozati iratokkal együtt, amikor 1944-ben a szövetségesek Augsburgot kezdték el bombázni. A város épületeinek jelentős része megsemmisült, így az óvárosi rész szélén elhelyezkedő bírósági épülete is, ahol a hinterkaifeki mészárlás iratait tartották. Mindezt nyomozói feljegyzések is alátámasztották. Napjainkban egy az egykori farmhelyén állított síremlék árulkodik az 1922-es eseményekről, amit természetesen bárki meglátogathat. A rejtélyes gyilkosság viszont, ami 6 ember életét követelte, a mai napig megoldatlan, és minden bizonnyal ez már így is marad.